Június 5-én szombaton fogunk megemlékezni az alapítvány 20 éves fennállásáról. Hálát szeretnénk adni Istennek, hiszen az ő kegyelméből van az, hogy 20 évesek vagyunk. A szombati napot erre szánjuk, és ide meghívtuk mindazokat a családokat, akik az alapítvány kötelékébe tartoznak. Meghívtuk azon személyeket, akik az elmúlt 20 évben először is imádságos háttérrel ott voltak már akkor, mikor az alapítvány elindult, hiszen nagyon fontos volt az, hogy Isten áldását elkérve, és ezt meg is tapasztalva az megtett 20 éves úton, megtapasztaltuk, 10 órakor kezdünk, és köszöntések sorozata, családok bemutatkozása, szerződések aláírása, gyermekprogramok lesznek, szervezés alatt állnak, és reménységgel vagyunk, hogy ez meg is lesz tartva, és ide várunk mindenkit, aki számára fontos az, hogy hálát tudjunk adni, hogy együtt tudjunk lenni, hiszen fontosnak tartsuk azt, hogy együtt tudjunk megemlékezni, és együtt tudjunk hálát adni. Először is el kell mondjam, hogy mindeddig megsegített bennünket az Isten, hiszen különös gondja van arra, hogy az alapítvány működjön, mert ugye a vezérigénkben is benne van, hogy aki egy gyermeket befogad az én nevemben, az engem fogad be. A megtett úton megtapasztaltuk, és ha visszanézzünk, akkor arra rájövünk, és abból erőt tudunk meríteni, hogy Istennek különös gondja van ránk. Gondja van ránk akkor, mikor magyarországi, anyaországi támogatást különböző pályázatok által tudtunk működni. Ennek köszönhetően gyermektáborozás, továbbképzők megtartása, ingatlanoknak a felújítása, és a hazai támogatásokat is meg kell, hogy említsen, beszéljünk róla. Például itt van a szombati alkalom, már előre jelezte az egyik vállalkozó, az Irosfehér Cukrászat, hogy az aznapi fagyi bevételével támogatni kívánja Sám Alapítvány tevékenységét. Ugyancsak másik vállalkozótól is érkezett felajánlás, süteményt fog felajánlani, amit a fiataljaink aznapi napon fognak értékesíteni itt a főtéren, és annak a teljes bevételével az alapítvány munkáját kívánják támogatni. Az a célunk ezzel az egész reklámkampánnyal, az egész aznapi tevékenységgel, hogy belekiabáljunk ebbe a rohanó világba, hogy érdemes megállni, elcsendesedni, és aki segítséget szeretne kérni a gyereknevelésnek bármilyen formájában, lásd nevelőszülő, befogadószülő, gyámszülő, örökbefogadószülő, várjuk szeretettel jelentkezésüket, és minden nemű kérdést igyekszünk választ adni Isten segedelmével.